Majd a lámát is megforgatjuk, jó? Jó. Ott a láma. Láma szeme, sötét ki. Drága magyar fiatalok, ismét turnézunk, ami azt jelenti, hogy ezrével szeljük a kilométereket. Siófokon is fantasztikus élményben volt részünk, ugye itt már visszajáró vendégek vagyunk a plázson. Egészen elképesztő élmény délután megérkezni a strandolók közé, és néhány órával később pedig egy teljes értékű nagy koncertet adhatunk ezen a gyönyörű helyszínen. Naplementében kezdünk el játszani. Jó estét! Siófok! Színpadon Ákosi zenekara, hölgyeim és uraim! És a csillagos éjszaka alatt ér véget az előadásunk. Nagyon tetszik nekem az a gyakorlat, amit a rajongók vezettek be, hogy a táncolja tűzön át, az utolsó dalunk alatt óriási integetés indul be, és ez mindig valami egészen elképesztő hullámzást eredményez. Táncolja tűzön át! Most pedig itt vagyunk a Kunságban, Kunfehértón játszottunk tegnap este, és egy olyan helyen kaptunk szállást, ahol valóságos kis safari park van körülöttünk, lámákkal, kecskékkel, birkákkal és az élővilág egyéb képviselőivel. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy hangyák másznak a lábamon. Szeretném felhívni a figyelmet, ahogy ezt már többször megtettem koncerteken is, arra, hogy a videócsatornánkat, az Akoxvid csatornát már csak néhány feliratkozó választja el a 100 000-es nézettségtől, a 100 000-es feliratkozói számtól. És azt hiszem, hogy az valami nagy dolgot jelent a YouTube-on, ha valaki eléri a 100 000-et. Remélem, nekünk is sikerülni fog, ezért megkérlek, kedves néző, hogy kattints a feliratkozás gombra, meg bögd meg a kis harangot, hogy kapjál értesítést, ha nagyszerű videóink közül egy-egy új felkerül. Abba látod, mivé tesszük a világot, nem hiszem el a hiányod, arra tanít legyek én, aki ver. Azért is jó ez a kis videós közösség, a feliratkozók közössége, mert az ember olyan élményekben is részesül, amire talán egyáltalán nem számított, se a közönség, se jó magam. Például a Felemel kapcsán olyan visszajelzéseket kaptam, olvastam a videó alatt, amit megrendítőnek tartok, és mindenkinek kívánok, aki a húrok pengetéséhez fog, hogy ilyen élményben legyen része, hogy az ember ír a saját fájdalmáról, veszteségéről, öröméről, a saját életéről valami olyasmit, amit nagyon személyesnek tart, és ez a személyesség másokhoz is beszélni kezd, másokban is megpendít egy húrt, és akkor szinte önvallomásokat írnak a videók alá emberek, nem törődve azzal, hogy ezt bárki olvashatja, ez egy megrendítő, nagyon szép élmény.
sok száz visszajelzés jött például a Felemel című dalunk videójának a komment szekciójában, amit ezúton is szívből köszönök, és nagyon örülök neki, hogy így egymásra találhattunk. Hát többek között ezért is érdemes feliratkozónak lenni, hogy ezekről a hírekről első kézből értesüljön az ember. Pénteken Kunfehérton, szombaton pedig Gombaszögön játszottunk egy fantasztikus katlanban, ahol a természet alakította ki azt az amfiteátrumot, azt a nézőteret, amely a színpad felé fordult, pontosabban olyan helyre tették a színpadot, ahol ez a jelenség kialakulhatott. Nagyon klassz hangulat volt, nagyon jól éreztük magunkat. Uraim! Jövünk! Elemsötét! Annak ellenére, hogy a 2005-ös szegedi koncert után talán most először volt ismét nagyobb áramszünetünk, egyszerűen elhallgattak a hangfalak. Először azt hittem, hogy az én kis fülhallgatóm mondta fel a szolgálatot, de kiderült, hogy a teljes hangáram betáplálása megszűnt egyik pillanatról a másikra. A közönség viszont végig kitartott és tovább énekelték a dalt. És harag remeg a világ nagy. Isten megkegyelmezett nekünk, mert másik nótát nem is tudnék talán mondani a műsorból, amiben ilyen mérvű közönség énekeltetés van, amivel visszatottunk jönni az agyhitetbe az egész zenekarral. Ugye ezúton köszönöm a közönség közreműködését. Látom, hogy figyeltek, ez egy teljes, ez egy gombaszög mix. Jó? Köszönöm, hogy az énekrészt, jó? Tehát számolok. Ami pedig a szokásos rendet illeti, amely szerint ahova eljutunk a koncertturnénkkal, ott filmvetítést is szoktunk tartani. Itt nyilvánvalóan a gombaszögi gömörben adott koncertünk előestén Kunfehérton játszottunk, ezért nem lehetett filmvetítésünk, de remélem, hogy majd Felvidéken is be fogjuk tudni mutatni ezt a kis játékfilmet, amivel kapcsolatban van egy nagy bejelenteni való. Biztosan sokan észrevették, hogy az egyik legújabb dalunk a Nem én döntök szöveges videójában nagyon érdekes
fekete-fehér képek szerepelnek. Ezek a kis játékfilmünknek a jelenetei, és aki látta a filmet, az biztosan megteremtette magában a kapcsolatot a dal és a film képkockái között. Itt van az ideje a nagy bejelentésnek. Lehet, hogy ez csak számomra nagy bejelentés, de nekem feltétlenül fontos, hogy készül életem első filmzenelemeze. A Magunk Maradtunk című 27 perces kisjátékfilmben több mint 15 percnyi zene szól. Ehhez még hozzájönnek új anyagok is. Írtam egy dalt, aminek az a címe, hogy Magunk Maradtunk. A dalnak három változata is rákerül erre a kiadványra, ami tulajdonképpen egy középlemez, a tervek szerint CD-n és LP-n is meg fog jelenni. Az LP A oldalán a filmzene teljessége megtalálható. Vége főcím zenéhez. Írtam szöveget, és ebből egy egészen hatásos kis dal kerekedett, amit három verzióban is rögzítettünk. Ez lesz az LP B oldalán. Ezernyi megőrzött levél a közös időkről mesél, aki él, remél. Magához a kiadványhoz pedig egy elképesztő füzetet társítunk majd. Bele is mutatok. Ez a borító. Itt pedig az összes arc közelit megjelenítjük a borítóban, és azokat a monológ részleteket, amelyeket ezekre az arcokra tettünk rá hangban, ezeket megjelenítjük két nyelven mindegyik arcnál. Két nyelvű a kiadvány, az angol fordítások is ott vannak a magyar nyelvi monológok alatt. Úgyhogy egy filmzene lemezzel tulajdonképpen az egész film legfontosabb részletei felidézhetőek lesznek. Még szeretném elmondani, hogy a gyártás jelenlegi szakaszában úgy döntöttünk, hogy 45-ös fordulaton, tehát magasabb fordulatszámon az LP-nek az anyaga még éppen elfér, és talán jobb hangminőséget fog eredményezni a bakeliten. Itt egy nagy kihajthatós úgynevezett gatefold kiadványt kell elképzelni, aminek az egyik tasakjában van a lemez, a másik tasakban van ez a viszonylag komoly képanyaggal felszerelt füzet, a CD pedig szintén egy nagyon szép kiállítású digipak lesz, abban is benne lesz ez a sokoldalas füzet a monológokkal. Úgyhogy erre nagyon készülünk, az ősz során szeretnénk, hogyha ez megjelenhetne. Izgalmas lesz! Soha nem lesz, aki úgy ölel, soha nem felejthetem el, ne mondd, hogy nem fáj, az időnk gyorsan elszáll. Bárhogy mulattunk, magunk maradtunk,